rajtunk! A 2023-24-es tanév diákolimpiájának a mezei futóversenyére került sor a napokban a Makó Arénában. A makói és térségi általános iskolás és középiskolás korú gyerekek mérték össze állóképességüket. A sportesemény mindig nagy népszerűségnek örvend, ez pedig az idén sem volt másként. Fontos abból a szempontból, hogy csak egy felmenő rendszerű diákolimpiájáról van szó, illetve az atlétikának egy olyan szakasz, olyan ága, amelyet azért mindenki könnyen tud gyakorolni, a futást, azt azért mindenki szokta könnyen a testnevelés során is gyakorolni, illetve szokták edzeni erre a diákok, és nagyon fontos abban a szempontból is, hogy fel tudják mérni ezt, hogy hol is tartanak pontosan. Igaz, hogy valaki örömmel szokta teljesíteni ezt a távot, valaki egy kicsit sírva, voltak itt esélyesek, bukások is, de mindenki azért összességében, főleg itt a csapat eredményítetés szempontjából nagyon látszik azt, hogy egymásért is jutnak, és hogy tudnak egymás sikerének is örülni a gyerekek. Ez erősíti az összetartozást is az adott általános iskolán belül, illetve csak azt a versenyszellemet is próbáljuk itt nevelni, illetve kihozni belőlük, amelyek majd a különböző más sportágokban, az adott választott sportágokban majd fel tudnak használni. A gyerekek korcsoportonként és nemenként más-más hosszúságú távokat teljesítettek, a legkisebbeknek 500 métert, a nagyobbaknak pedig már 3000 métert kellett lefutniuk. A József Attila gimnáziumból 6 gyermeket kísérte Sebestyén Miklós testnevelő tanár, aki a futás pozitív hatásairól is beszámolt. Nyilván a rengeteg jótékony hatás, szerencsére biológia tanár is vagyok még mellette, úgyhogy nyilván a jótékony hatások miatt a szív- és érrendszerre, keringési rendszerre, másrészt meg, hogy kialakulhat egy olyan élethosszig tartó sportolás, ami egész életüket végigkíséri, és így egészségesebbek lesznek. A 10 éves Vetró Hanna a Kávin téri református iskolából érkezett. Elmondta, hogy nagyon szeret futni, de más sportágban is képviseli magát. Most hip-hopozok és aerobikozok, és majd úszni fogok. Miért szereted a hip-hopot? Nagyon szeretem ezt az ugrálós torna gyakorlatokat. A futamokat követően eredményhirdetésre is sor került, a dobogós helyezettek érmet kaptak, az aranyérem mellé pedig kupa is járt. A megyei döntőre márciusban kerítenek sort Hódmezővásárhelyen.